házi nevelésű kakasból, hagyományos módon. Hangulatos összejövetelt szervezett a Tisza Szent Imrei Nyugdíjas Egyesület. Június 23-án szombaton már negyedik alkalommal tartották meg a kakasfőző találkozót. A főzőcsapatok már reggel munkához láttak a nappali idősek klubja udvarán. Minden bográsban kakaspörkölt készült, kiki a saját receptje szerint készítette el. Ez az alkalom nem a létszámról szól, hogy minél többen legyünk. Sokkal inkább arról, hogy baráti hangulatban, kellemes környezetben találkozzunk, beszélgessünk és kikapcsolódjunk, kezdte a szervező Szivák Gyuláné. A helyi nyugdíjas egyesület elnöke elmondta, Kabáról is érkeztek vendégek. Mindenki ismert mindenkit, régi barátságok, nagy beszélgetések és közös éneklés. De nem ám olyan erőltetett módon, hanem annak rendje és módja szerint, vidáman. Volt tombolahúzás, a főző csapatokat pedig ajándékokkal jutalmazták. A programon egyébként nem csak a helyi civil szervezetek, hanem néhány a környező települések közül is képviseltette magát. Érkezett például csapat Tiszaszülősről, valamint Berekfürdőről is.